Köszöntöm nézőinket! Mai találkozásunk során a Csontváry életmű egy ugyancsak kevésbé ismert részletével szeretném önöket megismertetni, illetőleg szeretnék bebocsátatást nyerni annak a műnek a belső világába, amely igazából nincs feldolgozva az irodalomban sem, különösebben nem időznek az idegenvezetők sem előtte, és ez a 903-ban készült Jajcei villanymű Éjjel című képe Csontváry Koszka Tivadarnak. Tudjuk, 1903 egy sűrű esztendő volt, hiszen a magyar nemzeti mitológiához tartozó képek sorát is ekkoriban készítette el, hiszen a vihar nagy Hortobágyon, az Rínyi kirohanása, a Selmecbánya is ehhez a körhöz tartoznak. Intenzív és nagyon aktív és érdekes periódus volt, érdekes esztendő volt ez az 1903-as esztendő. A nyarat tehát a Balkánon tölti, ahol Jajcét és Mostárt látogatja meg. Ennek az utazásnak az emlékét idézi fel a villanymű Éjjel Jajcében. Nem egy jelentős kép, valóban van némi oka annak, hogy az idegenvezetők és a szakirodalom elkerülték ezt a művet, mert láthatóan nagyon sok festői gyengéje van. Csontváry a maga előadásmódjában úgy tűnik, hogy nem időzött túlságosan sokat az előadásmódnál magánál, ellentétben a korábbi itt már emlegetett művekkel, ahol hihetetlen műgonddal munkálta meg a nézett centiméternyi kis felületeket, és ebben a műgondban egymás mellé nagyon érzékenyen festék rétegek sokaságát helyezi. Ez a kép tulajdonképpen egy felületes kép, nincsen benne a színeknek, a felületeknek az a sokszor elkínzásig menő rétegzettsége, mint a korábbi művekben. Mégis miért értékeljük, hogy miért tartjuk fontosnak felemlegetni a Jajcei villanymű Éjjel erényeit? Azért, mert vannak. Azért, mert Csontváry gondolkodásmódjának belső összefüggéseire, és ha úgy tetszik, filozófiájára sokkal érzékenyebben rávezet bennünket, mint akármelyik mondjuk tájkép, vagy derűs és érzelmes tájábrázolás, melyek ennek a filozófiának a legfontosabb sarokpontjai. Mindenképpen a természet és a kozmikus működések rendje, az a kíváncsiság, ami a Földet energiával beborító, a Földet működtető erőknek a nyomába kíván szegődni. És Csontváry egyik képe, az Rínyi kirohanása, talán emlékeznek rá, emlegettük, megmutatja azt, hogy a téma hiányában Csontváry milyen eszközökhöz fog folyamodni, milyen felidézési technikát fog választani ahhoz, hogy egy viszonylag konzisztens, összetett kép szülessen. A Jajcei villanymű Éjjel egy másik forrásból táplálkozik, ez is közös a szemlélettel, ez is közös a tapasztalattal. Csontváry valóságos és természetes azonnali felismerését fogalmazza ebbe a képbe, de mindenki érzi, aki a képbe egy kicsit belemegy, vagy közel megy hozzá, és a részleteit analizálja, hogy Csontváryának nagyon sok praktikus és azonnal érthető, azonnal interpretálható felismerése van a helyzettel kapcsolatban, ahol ez a mű létrejön. Hol jön létre ez a mű? Egy völgyben, ahol folyócska folyik, ahol nagy hegyek veszik körül a völgyet, ahol van egy-két jól megépített ház, még az osztrák-magyar monarchiának az építő technikáját és stílusait is idézi némiképpen, de ahol azért él a rusztikus paraszti életforma is, ahol szépen nőtt és sudár pineák is vannak már, és ahol működik egy a modern technológiai civilizációra oly jellemző villanyerőmű, ami ma is ott létezik még Jajcében, ezt láthatjuk, ha utazunk le a horvát tengerpartra. Tehát a Jajcei villanymű egy nagyon profán és egyszerű téma, a világon látszólag és felületesen semmi említeni vagy elemezni való nincs benne. És hogy én most mégis filozófiát emlegettem, meg szemléletet emlegettem, annak az az oka, hogy ebben a műben Csontváryának sikerül a lehetséges energiaforrásokat, fényenergiaforrásokat olyan bámulatosan rendbeszedni, és olyan közvetlen és közvetett utalásokkal
tapinthatóvá tenni, hogy ez úgy szólván nagyon izgalmassá teszi, és alkalmassá teszi a képet arra, hogy a filozófiát magát megalapozzuk. Filozófia alatt itt most világnézetet értek, amely világnézetben mindenképpen valami végső meghatározó definiálására is törekednünk kellene. Mit tesz tehát a filozófia igazság megragadása érdekében Csontváry ezen a képen? Csontváry, aki egy érzéki ember, akinek nagy színérzéke van, és aki a patikus erények mindegyikével rendelkezik, a mértékletességgel, az arányérzékkel. Csontváry ezen a képen számba veszi a lehetséges fényenergia forrásokat. A legelső talán, amit nagyon különös és szemérmes rejtettségben mutat meg, a nap energiája. Naplemente van, már túl is talán a naplemente után. A helyzet csak azért határozható meg viszonylag pontosan, mert a hegygerinc fölött még érezzük valamiféle derengését valamilyen fényforrásnak. A csillagok már feljöttek, a csillagokról tudjuk, hogy némelyikük nem rendelkezik saját fénnyel, némelyik a napsugárzását veri vissza. Indirekt módon tehát Csontváry a napról beszél, a nap lementéről beszél, a nap utolsó búcsúzó sugarait rögzíti a hegygerinc mögött. De van egy másik fényforrás is a képen, ami ugyancsak közvetett módon érzékelhető. A háznak a homlokzata ezüstösen, ezüstös zölden csillog szinte. A magas növésű sudár pineák, vagy a nem feltétlenül meghatározható növények, nagy fák kép jobboldali széléhez tartozó felületei nagyon érdekesen ugyancsak ezzel az ezüst fénnyel vannak behintve. Ugyanilyen ezüstös csillogású, majdnem ilyen szolarizációs hatású, vagy ilyen pszichodelikus hatású különös fények jönnek elő a kép jobb felső sarkából. Ez minden bizonnyal a már feljövő hold fénye, amely hold ugyancsak a napfényét reflektálja vissza a környezetére. Ez egy második fényenergia forrás. A harmadik a profán jelentések övezete. Bizonyára nem nehéz felfedezni, hogy van egy egészen bensőséges, családias kis barlang jelenet a kép jobb oldalán, jobb közép oldalán, vagy talán nem is barlang, de barlangnak látszik, mert hiszen a fény az egy ilyen különös csövet hoz létre, egy kis üreget hoz létre a sötét semmiben, ahol is egy família készíti a maga vacsoráját, és itt a vörös fény, az erős sárga fény a kondér alatt az égő fa naturális, természetes melegét sugározza és fényét sugározza. Ez tehát a naturális, egyszerű oxidáció fénye, ami hát a mindennapi természetben oly gyakran előfordul. És a negyedik fényforrás, ami természetesen a képnek a legfontosabb mondani valója, és ami hát a kép címében is belefogalmazódik, a jajcei villanymű. Éjjel van, esteledik, a jajcei villanymű ajtaja, ablaka nyitva, szűrődik ki ezeken a nyílásokon a delejes, elektromos fehér fény. Ez a semmihez nem hasonlítható erős energia, az ember teremtette energia, ami a természet erőivel, a kozmikus térségek energiáival, a naturális, természetes emberi tűzrakás fényével és melegével összeszövődik, és egy nagyon érdekes, erős jelentéskomplexumot hoz létre, amelyben mi is, és Csontváry maga is regisztrálhatta, hogy lám, ő most itt csokorba tudta fogni a világ és a valóság lehetséges fényenergia forrásai. Minden bizonnyal ez a kérdés csiklandozta Csontváryt, amikor ennek a műnek a megfogalmazásába kezdett, bár minden bizonnyal festői inspiráció is volt ebben a helyzetben, igen erős festői akcentusok rögzítésére adott alkalmat számára a jajcei villanymű. Hogy Csontváryt ezt foglalkoztatta, mutatják azok a képek, amelyeket részint Kairóban festett, részint pedig a keleti pályaudvarról készített. Ő valamennyi esetében a fények, a belülről jövő fények, az elektromos fény, a naplemente fényei izgatják őt. Csontváry számára minden bizonnyal az élmény frissessége,
a fények, a fényforrásoknak eredeti és erős festői minősége volt a meghatározó, és ez volt a felszólító erő, ami végül is ecsetet vétetett a kezébe. De Csontváry menet közben minden bizonnyal felfedezi az energiaforrásoknak ezeket a egészen különös és már majdnem a miszticizmusba vezető mélységeit, és az írásaiban aztán nem is fog fukarkodni majd azokkal a gondolattársításokkal, amelyek már mint tételes filozófiai kérdéseket fogják felvetni az itt festőileg érintetteket. Csontváry Jajcei tartózkodása során még egy izgalmas képet fest, és ez a Jajcei vízesés. Van egy pár darabja, hiszen Svájcban már csinált egy vízesés képet, a Schaffhauseni vízesés. Most itt erről nem tudunk beszélni, hiszen nem a Pécsi Múzeum gyűjteményében van, de a Jajcei vízesés kép az legalább olyan érdekes, mint a Schaffhauseni kép volt. Igaz, hogy a szöveg, amit most én felidéznék, a későbbi Ki lehet a zseni című Csontváry írásból származik, amit hát a 10-es évek elején készített, és ez a kép 1903-ban született. Mégis kényszeresen érezzük azt, hogy a mondani valóját itt fel kell idéznünk. A Ki lehet a zseni című szövegben Csontváry egy olyan gondolatmenetet ad elő, amelyben szó szerint a következőket mondja: nem lehet zseni az, aki nem tud különbséget tenni a növényi és emberi állat között. Átugrunk mi a kijelentésem, valamiféle bohókás felületességet érzünk talán benne, de többről van szó, minden bizonnyal. És hogy miért emlegetem én ezt a Jajcei vízesés című kép előtt? Azért, mert Csontváry, mintha már ebben a képben is érzékeltette volna mindazt, amit igaz, hogy majd 10 év múlva fog megfogalmazni, hogy tudnék ő a teremtett világ, vagy a magát alakító világ alakzatai között lényegi különbséget nem kíván felmutatni. Hogy számára az ember, aki egy kicsit állat, hogy a szikla, amely növény egy picit, vagy hogy a növény, amelynek vannak emberi karakterjegyei, mind egy gyökre mennek vissza. Vagyis, hogy a teremtésben, a világ létrejöttében minden valahol egy mély, elemi, anyagi azonosságban van. És Csontváry hát ennek az elemi, mély, elemi világazonosságnak a kifejezését próbálja apró kis keresővonalakkal, de a Jajcei képben is megfogalmazni, hogy mennyire igaz lehet az állításunk, mutatja majd később az 1907-es magányos cédulus, ami kifejezetten arról szól, hogy a világ valamennyi élő és élettelen minősége egyazon formában, egyazon jelentés érdekében fog összecsapódni. De feladatunk most nem a magányos cédulus elemzése, hanem a Jajcei vízesés, ami hát nagyon talányos. Bár ezt a talányosságot az első ráközelítés során nem érezzük ebben a képben. Derűs és pompás, nagy magabiztossággal előadott festmény, olyan festmény, amely bármelyik nagybányai mester műtermében is megszülethetett volna, hiszen olyan jellegzetes és karakteres ég és felhők és erős város és geometrikus szerkezet jellemzik ezt a képet is, mint valamennyi igazán hatékony kortársának a művei. Ugyanakkor azonban érezzük azt, hogy itt is van a perspektíva kezeléséből következően valamiféle alig megfogalmazható bizonytalanság a szerkezetben, és hát a leglényegesebb mozzanat, a vízesés pedig hát egy ilyen nagyon is anyagszerű és minden költőiséget nélkülöző tárgyleírás. És hogy miért mondtam én ezt az előző idézetet, erről a egymásba mosódó emberi, növényi, állati, geográfiai vagy geodéziai karakterről? Azért, mert mintha ennél a képnél mutatkozna először, hogy olyan minőségként fest meg sziklákat, mintha azok állati minőségek volnának. Érdemes időznünk ebből a szempontból azoknál a festményrészeknél, ahol például a szikla valamilyen ellentmondó, vagy inkább kétértelmű alakzatokba megy át, mintha felfedeznénk lófejeket, mintha a vízesés aljában lévő minden bizonnyal moszatos és iszalagos sziklák, mintha medvéknek a csoportja, vagy meghatározhatatlan fajú és nemű állatoknak a csoportja lenne, és ott mintha egy kis élőlény lubickolna a
a hullámokban. Vannak olyan történeti kísérletek is, amelyek pontosan megkívánják határozni, hogy mely rejtett és titokzatos utalásokat helyezett el Csontváry a kép felületén belül. A Zombori Lajos például egy állatorvos kutatta az állatképek és állat és titkos ábrázolásoknak a történetét. Ezek a dolgozatok megjelentek a múzeum évkönyvében. Nos, tehát amikor arról beszélünk, hogy Csontváry itt kétértelmű megfogalmazásokba fog, akkor ezek alatt talán azt is érthetjük, hogy a vízesést magát, a lehulló vízcsóvákat egészen úgy festi meg, mint ahogyan a Panaszfal bejárata Jeruzsálemben című képnek az öreg zsidók véres szakálát. Egyneművé válik egy picikét az emberi, emberhez tartozó test és tárgy és a víz. Ezek az egymásba mosódó plasztikai minőségek, ezek minden bizonnyal itt még nem határozottan és egyértelműen, de ellenállhatatlanul sodornak bennünket ahhoz a felismerés felé, amit majd a magányos szédus olvasásakor vagy nézésekor kell megfogalmaznunk. Vagyis ahhoz, hogy a világon minden, ami létrejött, teremtetett vagy magát létrehozta, az létezésének mélyén ugyanazt a minőséget tartalmazza. És hát Csontváry is, mint az avantgárd legjelentősebb alakja is, erős hajlammal rendelkezett valamilyen végső és tovább nem bontható formában megfogalmazni a világ egyetemességét. És hát folytathatjuk a kétértelmű formák elemzésével ennek a képnek a traktáját, mert hiszen azt gondolom, hogy aligha lehet elmenni amellett, a kicsi ház mellett, ami a vízesés fölött van, és két valóságos szilvaszemet fest neki a festő. Ebben az esetben úgy gondolom, feltehetjük a kérdést, hogy miért is nem olyan négyszögletes ablaka van ennek a kis házrésznek, mint a többinek. Nem tudjuk rá igazából a választ, mert hiszen az a szöveg, amit idéztem, 10 évvel későbben fog megszületni. Tehát nem érvényes ebben a pillanatban az a biztos tudat Csontváry részéről, hogy itt valóban a teremtett vagy létrejött minőségek egymásba eséséről lenne szó, de valami sejtetés mindenképpen megfogalmazódik ezen a képen. Miközben bűbályos tájképpel állunk szembe, olyan harmonikus természeti látvánnyal, amely a képen belül minden esetleg és lehetséges ellentmondást ellenpontozni fog, és létrehozza azt a Csontváry képek szemlélése esetén olyan páratlan és olyan magától értetődő érzést, hogy itt valami gyönyörűséggel kerültünk szembe. A balkáni tartózkodás emléke a Római híd Mosztárban című kép is 1903-ban született, szorosan hozzátartozik ahhoz a körhöz, amelyben a Castellammare di Stabia, a Jajcei villanymű, a Jajcei vízesés helyezkedik el. Ugyanabban a földrajzi térben vagyunk, Csontváryt rettentően izgatja a történelmi városképlet, és természetesen izgatottá teszi az az emberi művet, a várost és a természetet együtt mutató látvány, amellyel itt a Balkánon találkozik. A Római híd Mosztárban igazából nem római hidat mutat. Ez a híd a jellegzetes török íves hídépítkezésnek jól felismerhető emléke. A Balkánon és Törökországban, a délvidéken nagyon jól ismert hídforma ez. Eltűnődhetünk azon, hogy Csontváry vajon miért adta ezt a címet, ezt a témához képest kicsit fellengzős címet a műnek, Római híd Mosztárban. Hogy ezt megértsük és elfogadjuk, talán fel kell idéznünk Csontvárynak a történelemmel való viszonyát, vagy a történelemhez való viszonyát. Ő, aki az állandót és az igazán mélyet keresi, az állékonyat és a soha meg nem változót, valószínűleg nagyon gyorsan közelébe kerülhetett annak a képletnek, amit a római birodalom jelenthet. A római vagy a római eredetű általában itt Európában az európai örökség első szintjét jeleníti meg, és Csontváry, mintha különösebb érdeklődést tanúsított volna egy olyan helyzetben, ahol minden olyan háborítatlan és olyan békés és olyan idealisztikusan megfogalmazott, olyan egységes volt, és ami olyan nagyon lelkesen követhető és elfogadható, egy olyan címet adni, mint ami a mélységre és az állékonyságra utal.
A római jelző itt a híd esetében minden bizonnyal azt jelenti, hogy amit itt látsz, néző, ahova most elkerülsz, az mélyebb, mint egy mozgékony és változékony balkáni millió. Ez sokkal távlatosabb, és sokkal régibb, és erősebb, és megcáfolhatatlanabb, mint amit a Balkánról adatként be tudsz szerezni magadnak. Jöjj ide, nézd meg engem, és akkor a világtörténetnek egy nagy és múlhatatlan képletével fogsz találkozni. Talán ez az a gondolatmenet, ami elfogadtathatja velünk azt, hogy Csontváry miért is adta a képnek a római híd Mostárban nevet. A kép egy páratlanul pontos, fotográfia alapján készülhetett festmény. Ezt csak abból gondoljuk, hogy rendelkezünk avval a fotográfiával, amelyet Csontváry itt vásárolhatott, és amely nézőpontja, amelynek arányai tökéletesen közvetítik és kísérik, vagy megerősítik Csontváry festményét. Vagyis hát megint előjön az a jól felismerthető, vagy korábban többször emlegetett tény, hogy Csontváry nem tudott a valóság szemlélete vagy tapogatása nélkül egy lépést sem tenni a maga festői gyakorlatában. Itt is arról van szó. Csontváry idejön a helyszínre, megkeresi esetleg a fotóban megmutatott perspektívát, leül ott, és a képet, amit ott letapogat, úgy építi bele emlékezetébe, ahogy azt a fotográfia is megerősíti. Tehát a nézőpontból, ahonnan a római híd Mostárban, vagyis hát a mosztári hidat látjuk, a nézőpont, jól ismert nézőpont, innen valóban feltárul az a nagyon változatos és izgalmas kép, ami miatt Jajcét ma is turisztikai célpontnak, vagy Mostárt turisztikai célpontnak tekintjük. Festői ez a város tehát, festőiségnek a garanciája, hogy az épített város, a balkáni architektúra, dombvidéki architektúra színességében, változatosságában, kasbaszerűségében megkreált városa páratlanul izgalmasan ellenpontozódik avval a monumentális természeti képpel, amely a város körül bontakozik ki, tehát a nagy hegyel a város mögött. Sokan úgy értékelték Csontvárynak ezt a képét, hogy mintha itt is azzal a módszerrel élt volna, mint a Castellamare di Stabiában, hogy tudnék a távol elhelyezkedő hegyet betolta volna a képbe. Nem, pontosan a fotográfia igazolja, hogy van egy olyan nézőpontja a Neretva völgyének, ahonnan a város és a nagyhegy találkozása tökéletesen így bontakozik ki. Tehát ennél a képnél például ilyen nagy kompozíciós beavatkozást nem tett a kép szerkezetébe Csontváry, mint a Castellamare di Stabiánál. Egészen pontosan azt a látványt rögzíti, amit lát, és mégis rendkívüli eltérések vannak. Miből következnek ezek az eltérések? Hát abból, hogy Csontváry festő, hogy Csontváryt nem csak azok az anyagi minőségek érdeklik, amely a várost mutatja, nem csak azok a léptékek izgatják, és azok pontos visszaadása, amelyek a várost hozzák létre, hanem azok a belső és vizionárius értékek, kifejezési lehetőségek, amelyek itt a festőt mutathatják meg. Hogyan lehet festőileg átírni, vagy átértékelni egy ilyen érdekes látványt? Hogyan lehet a karsztos hegyvidéknek a tulajdonképpen közömbös és nagyon unalmas felületét festőileg átírni, és benne érzékeltetni mindazokat a légköri reflexeket, azokat a furcsa széljárásokat, amelyek a város körül lehetnek. Hogyan lehet a hegynek életet adni azzal, hogy a hegy barázdáit, amelyek az eredeti hegy minőségét illetően fel sem vethetők, hogy ezeket a barázdákat megteremtse a felületen. Milyen vöröseket és szürkéket kell a barázdák mélyébe tenni, hogy ez a hegy élővé váljon, és plasztikailag, festőileg ne legyen egy halott háttér csak a város mögött. És aztán a város épületeit. Nem egyet a fotóval összehasonlítva elhagy majd, és nem egyet hangsúlyoz, kiemel. Olyan tónusokat, olyan kolorit ellentéteket, olyan modális ellentéteket és harmóniákat teremt, ami magában a városban így ebben a közvetlenségben nincs bent. Ez festői mű. Festőileg átírja Csontváry a látványt, és nyomába mehetünk minden kis részletnek, látjuk azt, hogy a kő felborzolt felülete, ahol a magas és erős fehér fényt
tündöklik a citromsárga kő homogén felülete előtt, vagy a korlát zöldje és árnyéka, és egyáltalán az árnyékok, a tömegek, festői kidolgozottsága nem a fotóból származik már. Ez Csontváry invenciója, ez már festői invenció, ez már egy hozzáadott elem mindahhoz, amit a fotográfiában, illetve a látványban észlel. Túloz is nem egyszer Csontváry, amikor olyan vöröseket és olyan szürkéket és szürkébe játszó zöldeket fog megjeleníteni, mint amelyek itt a képen láthatóak. Csontváry tehát egy valóságosan is létező, de festői erényeiben mindenképpen felértékelhető, kapacitásában mindenképpen sokat mondó látványt rögzített a Római híd Mostárban című képben. Egy dolgot még itt is megemlíthetnénk, ami a Csontváry életmű további taglalása szempontjából éppen úgy, mint a Jajcei vízesésnél emlékezetes tud lenni. Csontváry itt is él azzal a lehetőségével, hogy elanyagtalanítja valamelyest a sziklákat, elpuhítja, kilágyítja a körvonalaikat, és óhatatlanul eszünkbe idézi ezáltal azt a később megfogalmazott szentenciáját, hogy tudnilik, nem lehet a zseni, aki nem tud különbséget tenni a növényi és az emberi állat között.